Sziasztok, Fáncsinál vagyok, és ma szeretnék beszélni az Időről Időre című filmről. Tim normális életet él, amíg meg nem tudja apjától, hogy tud időutazni. Tim úgy dönt, arra használja az időutazást, hogy megtalálja élete párját, nem hogy megnyerni az ötös lottó. Persze. A filmben nyomon követhetjük, hogy hogyan jön össze Mary és Tim, hogyan halad a kapcsolatok, hogyan házasodnak össze, és hogyan nőnek a gyerekeik. A történetről ennyi. Negatívumok. Én nem értettem azt a paradoxont, hogy miért nem tudott visszamenni a gyerekeinek a születésének az előtte levő idejébe. Ez tisztára zavart engem. A második, ami zavart, az a kameraállás. A filmben szinte nincsen olyan jelenet, hogy nem mozogjon a kamera. Nem tudom, ki volt az operatőr, aki így vette fel a filmet, de volt egy része a filmnek, ahol azt hittem, hogy direkt csinálják, hogy úgy mozogjon a kamera. Egyszerűen ez nagyon zavaró volt. Kézremélnek lennének a vlogok, hogyha a magyar videósok is így használnák. Sziasztok, ez itt a Kaja Vlog, és ma szeretnék beszélni a töltött káposztáról. Hát igen, biztos nem lennének olyan nézettek a vlogok. Pozitívumok. A film egyik pozitívuma a mondani valója, mert a filmnek egy nagyon erős mondani valója van. A második pozitívuma a zenéje. Nagy addig nem hallottam ilyen jó zenét. Még az életanyát befejezésének sem volt ilyen jó zenéje, mint ennek. A történet nagyon jó, a poénok nagyon jól vannak elhelyezve, és összességében ez a film király. Fantasztikus ez a film, bekerülhetne a top 5 kedvenc filmjeink közé. Miután megnéztem a filmet, bizonyos volt számomra, hogy az időutazás romantikával köverve csak nagyon jó film lehet. Mondani való. Éreztétek már az életetekben, hogy valamit nagyon elrontottatok, és legszívesebben visszamennétek az időben, hogy megváltoztassátok azt. Az Időről Időre című film pont ezzel foglalkozik. És a tanulság a film végén bontakozik ki, ami az, hogy az életben nem rossz dolgokat kell néznünk, hanem a jó dolgokat kell. Mert legyen bármilyen szörnyű, zsivár, szomorú az életünk, boldogok lehetünk, mert a hozzáállásunk a kulcs a boldogsághoz. Nekem ezt üzente az Időről Időre című film. Köszönöm, hogy meghallgattatok.